Társadalom megosztása is, és az erkölcs lerombolása tovább folyik ennek egy újabb nagyszerű példáját láthatjuk, és szerintem egy igen fontos mérföldkő egyben az, ami Franciaországban történik az abortusz körül. Aki esetleg nem tudná. Amerikában óriási harc, dúl a két tábor között ugye az egyik a Pro Life, Pro Choice, az egyik, amelyik. Abortus ellen van gyakorlatilag a másik, az pedig, aki az abortuszt támogatja. Európában egész más a helyzet, különösen Franciaországban a legújabb törvény szerint két év büntetésen is sújtható az, aki bármiféle propagandát terjeszt annak érdekében, hogy felvi a figyelmet arra hogy az abortus az nem más, mint gyilkosság és ellenkezik mindaz, a, amit a teremtő meghatározott számunkra, azokkal a szabályrendszerekkel és azokkal az instrukciókkal. Nem csak a vallási jellegű propaganda, hanem bármi más, ami akár milyen formában azott ébreszt a várand, tett várandós anyákban azzal kapcsolatban, hogy milyen döntés hozzanak. Egyelőre még nem törvény, hiszen az alkotmánybíróság előtt van ez a javaslat, de mindenképpen érdekes az, hogy a világ és a teremtő instrukciói hogyan kerülnek egyre élesebben szembe egymással, hogyan kényszerül mindenki arra, hogy oldalt válasszon. Ugye arról már beszéltem többször is, hogy a, ez az álhír dolog hogyan fogja az életet egyre inkább megnehezíteni, és a maga az igazság terjedését meggátolni, illetve lelassítani. Erre egy nagyszerű példa, ugye a francia hatóságok arra hivatkoznak, hogy ezzel a döntéssel az abortusról terjedő álhíreket szeretnék valamilyen formában kordában tartani, míg az ellentábor azt mondja, hogy ez, ez nem más, mint cenzúra, ami tulajdonképpen igaz. Ezek után Franciaországban amennyiben elfogadják bárki, aki arra próbál rávilágítani, hogy az abortusz az gyilkosság, és milyen következményekkel jár az illegális lesz és börtönbüntetéssel, illetve akár 31 ezer euró bírsággal is sújtató. Ezek a pro-life, azaz abortusz ellenes weboldalak, mint például az Abortion Truth, ami egy amerikai weboldal, ezek Franciaországban illegálisak lesznek. Akár National Right to Life weboldal. Érdekes az, hogy bár a célja jó a weboldalnak és a mondani valója, maga a szimbolika az ö, szinte mindenhol körülveszi az embert már, és ö, ilyen vagy olyan formában látható az, ahogyan az ellenség manipulálja az egész világot. Teljesen mindegy, hogy ki melyik oldalt választja, mindaddig, amíg valamelyik oldalon áll az ember. Addig Amíg valamelyik oldalon áll az ember A világ vitáiban Addig mindig Mindig ő is eszközévé válik Az ellenségnek hiszen a megosztás része Természetesen végül Mindenkinek oldalt kell választani Azonban a legjobb kimaradni ezekből a vitákból Csak érdekesek találom azt Ahogyan keverik a kártyákat Ugye ez nem más mint a veszik a és a két Egymásba fonódó karika Ami a női nemi szervet szimbolizálja, és egy ősi, ősi szimbólum. Még egy weboldalt mutatnék, ezek mind-mind illegálisak lesznek, amennyiben elfogadják a törvényjavaslatot. Lehet vitatkozni egyik másik oldal mellett a tény tény marad, hogy amennyiben, amennyiben a politikai korrektséget nem úgy tekintjük, mint egy eszközt arra, hogy a szólásszabadságot korlátozza, akkor, akkor valószínűleg nem, nem vesz észre mindent az ember, és nem jól értelmező a helyzetet. Az, hogy hogyan bántunk meg valakit azzal, hogy véleményt nyilvánítunk, másodlagosnak kellene, hogy legyen. A mellett, hogy mindenki elmondhassa a véleményét, ez nem más, mint mint egy újabb korlátozása annak a szólásszabadságnak és a vélemény nyilvánításnak, ami már így is támadás alatt áll, hiszen az ember lassan nem mondhat semmit, anélkül, hogy valakit ne bántana meg ezzel. Franciaország, akire, amelyik országnak sokan úgy tekintenek, mint a szabadságnak a, a bölcső, legalábbis Európában ugye a, a francia forradalommal, ami egy ugyanolyan hazugság, mint amilyen a az összes többi volt a történelem során egy ugyanolyan mesterségesen generált esemény, mint amilyen az összes többi volt beleértve a 48-as szabadságharcot, az egész világháború dolgokat, minden más. A lényeg az, hogy Franciaországban ebben az országban 96%-a a Down szindrómás gyermekeknek, illetve embrióknak abortusz áldozatává válik. helyzet olyan súlyos, hogy ezt a reklámot, amelyen Down-szindrómás gyerekeket mutatnak be, és hirdetés inkább annak érdekében, hogy arra biztassák a szülőket, hogy vállalják ezt a gyermeket, és ne öljék meg, ezt a reklámot betiltották Franciaországban. Az abortusz az eutanáziával és a az LGBT mozgalommal együtt egyértelműen mutatja a társadalom erkölcsi hanyatlását is, azt, ahogyan a világ egyre mélyebbre süllyed abban a káoszban és abban a fertőben, amiben már nagyon régóta benne van. Hozzá lehet ezt tenni ugyanúgy az azonos neműek közötti házasságot, ami, ami az alapjait támadja meg annak a rendnek, amit a Teremtő felállított ezen a világon. Akkor, amikor mindenki azt próbálja kitalálni, hogy miért ilyen a világ, és miért van ekkor a káosz, és fertő, és erkölcstelenség, és próbálja kikutatni ennek a hátterét, illetve ennek az alapjait, akkor azt, ami a szeme előtt zajlik, valahogy valamiképpen figyelmen kívül hagyja. És ez egy óriási probléma, hogy ilyen szinte süllyedt a világ. És bár vannak kezdeményezések arra, hogy megbeszéléseket folytassanak ezügyben, hogyha az ember csak a szimbolikát nézi, akkor egyértelmű az, hogy ki áll az egész hátterében. Ezért próbálom hangsúlyozni minden alkalommal, illetve legtöbbször azt, hogy Teljesen mindegy, melyik oldalt választja az ember, így vagy úgy a manipuláció része, részévé válik. A legegyszerűbb az, mindenki a saját életét próbálja rendbe tenni, és ezáltal megpróbálja a többi embert segíteni az ő viselkedése által, de az utcára vonulni, petíciókat aláírni, a, a vég nem tud változtatni az ember. Ha, ha, ha mindenki aláírja a petíciót, akkor is az az eredmény fog kijönni amit ők akarnak. Ha mindenki elmegy szavazni, és mindenki egy dologra szavaz, úgyis az lesz, amit a rendszer akar. Ez az egész, ezen alapszik az egész, egy hazugság, egy átverés, a demokrácia és mindaz, hogy nekünk bármiféle jogunk van bármihez, egy hazugság. Az egyetlen dolog, amit mindenki tehet, csak sajnos senki nem akar, illetve a legtöbben nem akarják elfogadni, az az, hogy visszatérünk oda, amit a teremtő meghatározott életmódnak, és elkezdünk azon járni, és hagyjuk, hogy ő az, ő harcolja meg ezt a harcot helyettünk. Úgyhogy azok, akik megoldást várnak, ez a megoldás tetszik vagy sem. Villám gyorsan még ehhez hozzátenném, ha már az elkölcsönösségnél tartunk, és a... annál, hogy hova süllyed a világ, az, hogy mi történik magával a transgender és az LGBT eh, mozgalommal, ugye, ez egyértelműen a férfinő kapcsolat és a házasság tönkretételére lett kitalálva és létrehozva ez az ellenségnek az egyik legfőbb, ez egyik legfőbb és legfontosabb fegyvere az emberiség elleni harcban, hiszen ezzel tönkreteszi nem csak a házasságot, illetve a férfinő kapcsolatot, de magát a, a nemeket is. Amiket a Teremtő meghatározott egyből a kezdetekkor. És bár ezeknek az embereknek segítségre van szükségük, ez egyértelmű, azonban semmilyen formában nem úgy, ahogyan mi azt próbáljuk, és próbáljuk azokat, akik a Teremtő útján járnak, és annak megfelelően élnek, azoknak az életét hozzáigazítani, a, a, kisebbség problémáihoz, is, és, és beállítani ezt a dolgot új, mint ez normális lenne, mikor egyértelműen nem az. Előbb-utóbb, ahogyan azt az abortuszak kapcsolatban is láthattátok, ugyanez lesz a, az LGBT-LGBT mozgalomnak a következménye, és az ember nem fogja tudni elmondani a véleményét, ugyanis már most sem tudja igazság szerint a, a social médián, illetve az úgymond szociális hálón, hiszen, hiszen eh, ahogyan az emberek programozva vannak, a szeretet, az a szeretet, amit a világ hirdet, a mindennek, mindenféle erkölcstelenségnek és eh, az elfogadása, az már is ott munkálkodik a legtöbb emberben, azonban amikor ez törvényé válik, ahogyan ez Franciaországban tűnik, onnantól kezdve az ember az a kisebbség, aki még hajlandó követni a mindenható parancsolatait, az a kisebbség óriási problémában lesz. Két transzneműt megöltek Amerikában állítólag, ugye, és ez mind-mind oda vezet, hogy a törvényeket szigorítani kell, jobban kell védeni ezeket az embereket, ennek viszont az lesz az eredménye, hogy ez a fajta viselkedésmód Felül fogja írni azt, amit meghatározott a teremtők kezdetekkor. Hiszen ha mindent el kell fogadnunk, akkor ellentébe fogunk kerülni az ő utasításaival, ugyanis ő nem fogad el mindenkit és nem szeret mindenkit. Annak ellenére, hogy a világ ezt hirdeti. és egy harmadik, néhány héttel egy harmadik is meghalt, illetve gyilkosság áldozata lett érdemes megfigyelni azt, amit a szimbolika közöl. Most természetesen arról van szó, hogy a törvényeket szigorítani kell, hogy a trans jobban védje a törvény, hiszen veszélyben vannak. És nem csak, nem csak több rendőr kell az utcára, hanem a jogszabályzásnak is szigorúbbnak kellene lennie. Érdekes mindenképpen maga a szimbolika ismét a képen, ahogy a W, illetve a háztetőkön ezek a kis kémény zárak szimbolizálják, hogy a kettősséget az egyik fölfelé, másik pedig lefelé mutat. Szivárvány természetesen a teremtő és az emberiség közti kapcsolat és szövetségnek a gúnyolására utal, amit az özönvíz után Noéval és az ő leszármazottaival, azaz mindenkivel, aki ma él a teremtő között, ezt egy ilyen erkölcstelen mozgalom sajnálatos módon eltérítette. Mindeközben a tömegek nem csak Amerikában, hanem világszerte masíroznak úgy, ahogy a rendszer azt akar, és ahogyan az ellenség ezt az egész folyamatot az irányítása alatt tartja és akarja, bármiféle mozgalom mögé, oda tudja állítani őket, azzal a hamis szeretettel, amit elterjesztett a világon, az, hogy mindenkit elfogadni úgy, amilyen, és mindenki szeretni azért, amilyen. Végezetül annyit, hogy én egyáltalán nem utálom ezeket az embereket, akikről szó van, sem azokat, akik az abortuszért harcolnak, sem azokat, akik az LGBT vagy transznemű akármilyen mozgalomért harcolnak, vagy a homoszexuális házasságért, vagy akár részt vesznek ebben, vagy támogatják. Sőt, én arra bíztatok mindenkit, hogy ne utálja őket, és semmiféle bántódást nem kívánok nekik. A lényeg az, hogy ezzel a viselkedéssel csak a problémát nehezítjük, illetve a problémát súlyosbítjuk, hiszen a büntetések azért jönnek a világra, mert az ember elfordult a törvényektől. Meg kell értenie mindenkinek azt, hogy az a szeretet, amit a világ istene hirdet, az nem azonos azzal, amit a teremtő Elohim hirdet. Ez két külön dolog. Jelenések könyve 20-as fejezetre hívnám fel mindenkinek a figyelmét, csak azért, hogy jobban rávilágítson arra, amit mondani szeretnék. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani Elohim előtt. És könyvek nyitatának meg, majd egy másik könyv nyitaték meg, amely az életnek könyve. És megítéltetének a halottak azokból, amik könyvbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. Nem lehet úgy élni, ahogyan az ember akar vagy ahogyan az ember gondolja, hiszen ezek a cselekedetek azok, amik alapján mindenki meg lesz ítélve. Teljesen mindegy, hogy valaki hisz-e ebben, vagy nem, a vége mindenkinek ugyanaz. Ott fog állni az ítélet napján, és megítéltetik a cselekedetei szerint. A tenger kiadál halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadál halottakat, akik ő voltak, és megítéltetének minnyájan az ő cselekedeteik szerint. Úgyhogy jobb, hogyha mindannyian odafigyelünk a cselekedeteinkre minden nap, és azt fürkészszük, hogy hogyan tudjuk azokat összhangba hozni a teremtője hua törvényeivel és instrukcióival, és nem pedig a világéval. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja!